Be van kapcsolva? Jó, oké. Akkor elkezdjük? Igen. Jó. Jó, akkor én úgy gondolom, hogy elkezdhetjük egy pár perccel elmúlt fél hét, amire az esemény meg volt hirdetve. Szeretettel köszöntök mindenkit az LMP-nek az eseményén, ahol egy mécses gyújtunk, ahogy látszik, a Környezetszennyezési Minisztérium előtt. Lényegében elbúcsúztatjuk a magyar környezetvédelmet. Én Szendefi Mária vagyok, egyébként az LMP országos elnökségének tagja. Szeptember 23-án meghalt a magyar környezetvédelem. A hatósági környezetvédelem kihúnyt, vége, elmúlt. Ettől a naptól kezdve kijött egy kormányrendelet, és ettől a naptól kezdve lényegében a hatóságok már nem szankcionálhatnak, illetve ez a szankcionálás, ez egy ilyen opcionális lehetőségé vált. Lényegében a kormány szabad utat engedett a környezetrombolásnak bármilyen szennyező nagyvállalat számára. Ezentúl már nem egy normál hatósági eljárás kell lefolytatni, ahol a szennyező vállalatra határozatot hoznak, és ennek megfelelően azt büntetni fogják, hanem egy úgynevezett szerződést kötnek. Na most ugye elvileg az volt, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, elvileg ebben az országban. Hát mindenki egyenlő, azért tudjuk, hogy vannak, akik egyenlőbbek, de legalább papíron ez így működött. Ha gyorshajtáson érnek valakit, mindegy, hogy fideszes kormányzati képviselő, vagy éppen NER oligarha, vagy átlag ember, alapvetően a büntetést ki kell fizetnie, hogyha ezt mégsem teszi meg, akkor korrupciót követel. Na most ezzel a kormányrendelettel és ennek a módosításával gyakorlatilag a környezetszennyezés esetében ez már nem így van. Elég, hogyha a vállalat megígéri szépen, úttorul becsület szavára, hogy majd nem fog szennyezni, és akkor így kikerülheti a bírságokat. Amíg tegyük hozzá, eddig sem voltak túl jelentősek, tehát hogy az akkumulátorgyártás terén a sok milliárdos árbevétel és adott esetben profit mellé néhány tízmilliós bírságot szabtak ki. Azt se felejtsük el, hogy például a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások miatt is jelentősen csorbult ezek a hatóságnak a jogköre. Ott is mindig hátra sorolódtak a környezetvédelmi szempontok. Most azért jöttünk ide, mert mécses gyújtunk. Mécses gyújtunk, mert szomorúak vagyunk, de nem hátrálunk. Nem hátrálunk, mert már a falnál vagyunk, és nincs hova hátrálni. Mondjuk ki, hogy van, ami nem eladó. A magyar termőföld, a vízkészlet, és főleg a magyar emberek egészsége, az nem eladó, azt nem lehet szerződésbe bocsájtani, azt meg kell tudni védeni. Ezért itt vagyunk, mécses gyújtunk, de nem hátrálunk. Nem hátrálunk, mert már nincs hova. Köszönöm. Szép jó estét kívánok! Schuster András vagyok, egy új budai öregember, lassan betöltöm a 60-at. Most azt is mondhatnám, hogy itt a mécses, hónap után megkeresem a helyemet valahol a föld alatt, mert ahová jutottunk, az nagyjából olyan, mintha halálra ítéltek volna engem, aki új budai vagyok, törzsgyökeres új budai, aki egy civil szervezetnek, a Védegylet országos civil szervezetnek vagyok a helyi aktivistája. Egyikének, mint látjátok, a kamera mögött is én állok, mert a helyi független hírportálnak is én vagyok a tulajdonos szerkesztője, úgy hívják, hogy lokálpatrióta. Hozzáteszem, holnap ugyanezt egy az egybe fölvettem, mindenki láthatja, akinek nem volt ideje eljönni, a lokálpatria.net-en. És akkor vissza ide, hogy miért is vagyok itt. Hát az előbb a hölgy itt mondta ezt a gyorshajtásos példát, hát erre jutott eszembe, hogy ne hagyj már ilyen ötleteket, ugyanis holnap az fog történni, hogy ugye mégiscsak vészhelyzet van, a kínai néphadsereg mindjárt bejön, gondolom azért kell ilyen hülyeségeket kitalálni, mint amit most hallhatunk ebben a rendeletben. Tehát, hogy holnap majd akarsz találjuk ki, hogy a Pinter úrnak egyébként is szédületes fantáziája van, meg nagyon kreatív ember, hogyha gyorshajtáson fogunk valakit, hát nem büntetjük meg, hát minek? Hát ígérje meg, hogy innentől jó gyerek lesz, nem? És akkor megígéri, nem büntetjük meg, aztán, hogyha mégis kicsit gyorshajtott, na jó van, hát végül is belefér ez még, aztán még fellebbezés idő, meg az Atya Úristen. Na most ugyanezt fog történni, gondolom itt is, nem? Jön az akkumulátorgyárba a kisferdeszemű, az majd kiönti ezt, azt mondja majd a hatóság, hogy hát, ennyi, de ugye megígéred, de a kínai mit nem ígér meg? Hát mindent megígér, hát a kínai az ilyen, ő ígérget, amit csak akartok. Megígéri,
Jó van, akkor nem büntetünk meg. Végül is most kapott volna pár milliót, azt is zsebre vágta volna, de tök mindegy. Nem büntetjük meg. És utána majd, amikor megint vétkezik, hát akkor majd megint fellebbezünk. Most nem azért mondom, de aki itt Újbudai, az tudja, hogy itt is van egy hatalmas környezeti probléma. Az egész Barackmag utca leszakadt, úgy, ahogy van. A fél utca le van szakadva. Azért, mert felelőtlen építők nem építenek támfalat. Ott is ez fog történni? Oda jövünk és megkérdezzük, kedves Gubiev úr, én megmerem nevezni, kedves Gubiev úr, ő meg véletlenül ugrán. Hát akkor így jártunk, nem? Nem büntetünk, minek, majd helyrehozod, ahogy tudod. Szóval eljutottunk, hölgyeim és uraim, oda, hogy ez az ország, ez egy biliház. Esküszöm, ez egy biliház. És azt kell mondjam, Hofi Gézát, itt látok idősebb hölgyeket, urakat, biztos ismeritek, hát Hofi Gézát kell idéznem. Hofi mondta azt, hogy ez egy bolondok háza, de én zártam be, hogy a sok hülye ne tudjon bejönni. Hát itt tartunk. Ez a sok hülye be akar jönni ide közénk, és még ami van, azt is el akarja venni. Hát köszönjük szépen, ebből nem kérünk. Ez egy nagyon találó felirat. Gratulálok az LMP-nek, mert ha már ide jutunk, hogy környezetvédelmi minisztériumról kell beszélni, mert szennyezik a környezetet. Elveszik az életterünket. Elveszik a gyerekeim jövőjét. Három lányom van, felnőtt emberek. Az unokáimat várom. És az unokáimnak elveszik a jövőjét. Hát mit képzelnek ezek az emberek? Csak azért, mert egyszer bejutottak egy parlamentbe? Hát azt kell mondjam, hogy ha valaki valóban bemegy, akkor tisztességgel szolgálja meg a munkáját, nem csak a pénzt kell fölvenni, hanem teljesíteni kell az ígéreteket. És senki nem azt ígérte nekünk, hogy a környezetünket el fogják venni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és mindenkit arra kérek, ne hagyjátok. Minden fórumon föl kell szólalni, ahol csak lehet, mert ez nem egyszerűen felháborító. Ez azt kell mondjam, ez már az arcpirító szemtelenségnek a teteje. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Csárdi Antal vagyok, az LMP országgyűlési képviselő csoportjának frakcióvezető helyettese. Szeptember végén megjelent a már sokat emlegetett kormányrendelet, ami teljes mértékben mentesítette a nagyvállalatokat a környezetszennyezési okán kiszabott bírságok alól. Erre azonnal jött néhány nagyfejű kormányzati képviselő, akik bejelentették, hogy nyugi, csak a kórházati üzemekre gondoltunk. Azt kell mondanom, hogy hazudtak. Majd ezt követően megígérték, hogy a következő héten majd pontosítják ezt a kormányrendeletet. Azóta eltelt 2,5 hét, és nem sikerült pontosítaniuk ezt a kormányrendeletet, megint hazudtak. Úgy csinálnak, mintha a kohászati szennyezés bármiben eltérne egyébként akármilyen nagyipari szennyezéstől, mintha az akkumulátoripari szennyezés az más volna, mint a kohászati szennyezés, mindegyik a mi élet körülményeinket teszik teljes egészében tönkre, megint hazudtak. Én tegnap a feleségemmel pihenésképpen a Csernobil nevű sorozatot néztem este, ami a következő mondattal kezdődik, illetve a következő mondatokkal kezdődik. Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogyha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor egyáltalán már fel sem fogjuk ismerni az igazságot. És akkor mit tehetünk? Mi más tehetnénk, mint hogy lemondunk a valóságnak még a reményéről is, és egyszerűen beérjük történetekkel. És nézzük meg, hogy mit jelentenek a mi hétköznapi életünkben ezek a történetek. Mi olvasható ki ezekből a hazugságokban fogant történetekből? Elveszítjük szépen lassan apránként, óvatosan, szeletenként azt a világot, amiben élünk, azt az életminőséget, amiben élünk, és ugyanezt elveszítik a következő generációk is. És én tudom, hogy ez egy elcsépelt mondat, hogy a következő generációk elveszítik azt az életminőséget, amit mi szánunk nekik, de a helyzet az mégiscsak, hogy ezek tények. Ezek úgynevezett tények, miszerint, hogyha minden így folytatódik, akkor az én gyerekeimnek, vagy András unokáinak már nem lesz olyan világja, mint amilyet én felelősen vállaltam, hogy majd átadok neki, amikor felnő. Gondoljunk csak az illatos útra.
sok tíz éves történet, a mai napig rendezetlen, büntetés sehol. A Vörösiszap katasztrófára mindannyian emlékezünk. Gyakorlatilag föl kell tenni a kérdést, hogy miért van ez így, és sajnos van rá válasz, hogy miért teszi meg a kormány ezt mindenkivel. Egyesével rámutathatnék mindenkire, és azt gondolom, hogy a válasz az az, hogy mert a magyar kormány, a Fidesz-KDNP végletesen ki van szolgáltatva annak a nagyipari lobby érdeknek, aminek eredményeképpen mára a Fidesz-KDNP nem az a választópolgárokat, nem a magyar állampolgárokat képviseli, hanem azokat a lobbistákat, azokat a nagyipari tulajdonosokat, akik ezeket a nagy cégeket üzemeltetik, működtetik, és akik a profitot zsebre teszik. A mi felelősségünk egyszerű, de nehéz. A mi felelősségünk az, hogy megakadályozzuk azt, hogy tönkretegyék az életünket. A mi felelősségünk az, hogy megakadályozzuk azt, hogy teljes mértékben ellehetetlenítsék, hogy az unokáink egészséges körülmények között éljenek. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. A magyar alaptörvényben, az alkotmányban le van írva, hogy mindenkinek Magyarországon joga van az egészséges környezethez. Azzal, hogy ez a rendelet ma megszülethetett, illetve szeptember végén megszülethetett, alkotmányos jogainkat csorbítják. És azt gondolom, hogy ezen túlmenően nem is tudok mást mondani, hogy minden jogi eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy ez a rendelet visszavonásra kerüljön. Alkotmánybírósághoz fordulunk, de én tovább megyek. És mindannyian, a lehet más a politika Magyarország zöld pártjában, tovább fogunk menni annak érdekében, akár a jogi eszközökön túlmutató dolgokra is hajlandóak vagyunk és képesek vagyunk, mert nincs hova hátrálnunk, ahogy Szenderfi Mária fogalmazott, nincs hova hátrálnunk, ha tovább hátrálunk, azzal a saját életünket és a gyerekeink életét tesszük tönkre mi magunk is. Ezért arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben a folyamatban és ebben a munkában. El fogunk kezdeni egy olyan adatgyűjtést, ami kifejezetten az ipari szennyezéseknek az összegyűjtéséről szól. Szükség van arra, hogy mindannyian dobjuk össze azt a tudást, ami sokunkban benne van, mert akkor fel tudunk lépni egyessével ezek ellen, a szennyezések ellen, és meg fogjuk akadályozni, hogy a Fidesz-KDNP Európa pöcegödrévé tegye hazánkat. Köszönöm szépen!